Az esbóhalom. Kevesen tudják, hogy ez a fákkal borított domb Ibrány határában egy történelmi emlékhely. A déli iparterülettől nem messze, ugyanis közel 1000 éve temetkezési helyként használták a halmot, amelyet a régészek csak az 1980-as években tártak fel. Trencsényi Imre polgármester azt mondta, szeretnék a helyi lakosok és a turisták figyelmét is felhívni erre a kulturális örökségre. Két területen tudunk fejleszteni, ami újdonság, az esbóhalmi területünk, amely egy honfoglaláskori temetkezési helyet jelent. Itt találtak egy olyan hajfonat korongot, ami igazán kuriózum országos szinten is, és ezt szeretnénk tudatosítani a helyi lakosokban, illetve a megyebeli lakosokban. Ennek a temetkezési helynek a megközelíthetőségét próbáljuk javítani információs táblával, fásítással, úgyhogy erre nagy hangsúlyt fektetünk. A polgármester hozzátette, az ásatások leletanyagait időszakosan Ibrányban is tervezik kiállítani, amelynek engedélyeztetése folyamatban van. A 8 éven át tartó ásatásról és a feltárt leletanyagról könyvet is írtak. Román Ágnes mutatja kameránknak egy térkép segítségével, hogyan helyezkedtek el a sírok, és pontosan hol is találták meg a város egyik jelképévé vált hajfonat korongot. Ezek a sírok 10.-11. századi temetkezésre utaltak, köznépi temető, de volt egy nagyon kiemelkedő sír ezek közül, szám szerint a 197-es számot kapta, ahol 16-18 éves koruk körül elhunyt lányokat temettek el, és hát az egyik sírban a jóval gazdagabb leletanyaggal rendelkezett, találták meg azt a hajfonat korongot, amire mi ibrányiak nagyon büszkék vagyunk, és tavaly be is került az Ibrányi helyi értéktárba. Otthonában kerestük fel az egykori ásatást vezető régészt Istvánovics Esztert, aki szívesen idézte fel emlékeit a 80-as évek végi esbóhalmi leletmentéssel kapcsolatban. Az történt, hogy Nagy Ferenc, aki később a levéltár igazgatója lett, akkoriban Ibrányban volt tanár, és ő bóklászott rendszeresen azon a környéken a diákjaival. És találgattak cserepeket, meg csontokat is, és Nagy Ferenc hívta fel a figyelmünket arra, hogy Ibránynak azon a részén vannak régészeti lelőhelyek. És amikor kimentünk, akkor hát mi is ott egy kicsit bókláztunk azon a környéken, és az esbóhalom tetején egy rókakotorékban találtunk csontokat. Ez alapján kezdődött el az ásatás, mert amikor már a róka fölhozza a csontot, akkor már gyanús, és hogy ott végigjárogattuk a környéket, akkor már láttuk, hogy az esbóhalmon ki van szántva egy temető. Erre kezdődtek el az ásatások. Istvánovics Eszter hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a mai napig ez az egyetlen teljesen feltárt köznépi temető a honfoglalás korából. A régésszel készített interjúnkat a későbbiekben Weekend című műsorunkban láthatják.